amit pár hitet, hogy értékelje a mérkőzést? Tak v prvom rade musím povedať, že som sklamaný z výsledku. Sklamaný som z toho, že sme nenadviazali na úspešné zápasy zo záveru roka. Azt kell mondjam, hogy nagyon bánt, és egyszerűen nem találok szavakat erre a mérkőzésre, és nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk folytatni azt, amit befejeztünk össze. Celý zápas pripomínal z toho okolnosti prvý vzájomný zápas v druhom kole na začiatku novej sezóny. Ez a mérkőzés arra emlékeztetett, amikor az első körben játszott egymással a csapatok. Začali sme pomerne dobre do zápasu, sme stúbili pomerne slušne, vypracovali sme si viac jak vyloženú gólovú príležitosť. Úgy gondolom, hogy elég jól kezdtük a mérkőzést, tudtunk kialakítani helyzetecskét, mondom így. Boli tam 2-3 dobré gólové štandardné situácie z dobrých pozícií. Bol to 2-3 jeho pontrúgášunk, jeho pozíciok bol. Ale musím povedať, že super hral veľmi dobre organizovanie, veľmi dobre hrozil, vedel o sebe, čiže nás stále nechával v strehu. Gondolom, hogy az ellenfél jó felkészült, jól védekeztek, és veszélyesek is voltak a kapunkra. Celý prvý polčas si myslím povedať, že najväčší rozdiel bol asi v osobných súbojoch, kde super získaval spoustu odrazených lopt. Az első fél idő azt kell mondom, az döntött, hogy az ellenfél játékosai egy-egy pár harcot többet nyertek, és a második labdákat is jobban be tudták gyűjteni. Super strelili gól, cez polčas sme to chceli nejako zmeniť, hlavne som nabadal mojich hráčov, aby zvýšili aktivitu, zvýšili bojovnosť. Azt kértem a játékosoktól a fél időben, hogy legyünk aktívabbak, többet harcoljunk meg a labdákért. A druhý polčas si myslím, že bol lepší z našej strany ako prvý polčas. Gondolom a második fél idő sokat eleje, sokat jobban sikerült, mint az első fél idő. Pritlačili sme supera, vypracovali sme si tiež niekoľko šancí, pomerne veľmi dobrú hlavičkou z Zoli Oderekaša, plus tam bola Žrťka Barnyho. Tudtunk nyomást szerezni az ellenfélre, volt ott egy kapufánk, Zoli Derekasnak egy nagyon jó fejse. A druhý polčas ten super prakticky nejakú vyloženú gólovú príležitosť nemal. A második fordulóban az ellenfél csapatának úgymond ilyen kidolgozott zicseret nem volt nagyon. Chcel som so zápasom niečo spraviť, preto som volil aj viacerý počet striedaní. Próbáltam még a meccsel valamit csinálni, azért cseréltük még plusz 3-ot. Ale super umnou hrou, hlavne v závere, kde držal dobre loptu, kuskoval hru, si to víťazstvo udržal. Čo už domnelom, že z ellenfél pokošiátékol hátul labdotartással megőrizte a győzelmet. Snahu môjmu mústvu nemôžem vôbec uprieť. Az akaratot nem akarom elvenni a csapattól, nem is veszem el. Myslím si, že skorej by tomuto zápasu svedčal nerozhodný výsledok. Gondolom, hogy a játék rész alapján megérdemeltük volna a döntetlen. Žiaľ Bohu, futbal sa hrá na góly, a kto gól strelil dneska, tak ten vyhral. Sajnos, a focit góra játszak, és ma aki rúgta az első gólt, az mégis nyerte a mérkőzést. Musím ísť ďalej. Megyünk tovább. Nincs más választás. Köszönöm szépen. Kérdés van a sajtó részében? A edző mérkőzésekkel figyelembe véve, mind sikeresen vettétek azokat a találkozókat. Az ember azt gondolta, hogy az első hazai találkozó nincs hasonló, folytatódik az a győzelmi sorozat, amit elkezdett a felkészülés során a csapat. Mi volt ebben mégis az a kis hiba, hogy ez nem sikerült? Hát mondta, ez kvalitó szuper, a számodrémé. Hát gondolom, hogy az ellenfél minőségétől is függött ez az egész. Na, hlavne v tých zápasov, čo sme hrali, sme boli ďaleko efektívnejší, dali sme góly a dneska mi ten gól nedali. Azokat a felkészülő mérkőzéseket, amiket játszottunk, ott tudtunk gólozni, tudtunk gólokat rúgni, ma meg volt rá a helyzet, de viszont nem sikerült. Köszönöm. Más kérdés van? Már korábban is megemlítettem, ott az ankéton is szó volt, igen, igen. A csatár helyzet. Tehát megint az, hogy megvannak a helyzetek, ahogy ti is mondjátok, és nincs az, aki kihasználja ki. Az utolsó mozdulatot jól tegye meg, és gólt szerezzem.
még mindig biztos vagy abban a döntésedben, amit ott az ankéton is elmondtál, hogy ugye a keret megerősítéséről volt szó több esetben is, hogy nem találtatok a játékost, aki egyből be lehetett volna vetni. Tehát nincs hiányérzeted csatárposzton? Olyan csatárra gondolok, aki be is lövi a labdát. Prvobrane, nesmíte zabudnúť, že hrajeme druhú ligu. Először is ne felejtjük el, hogy MB2-t játszunk. Veľmi ťažké je dostať sem kvalitného hráča. Nagyon nehéz minőségi játékost szerződtetni. Musí byť v prvom rade, on musí chcieť. Elsősorban a játékosnak kell, hogy akarjon ide jönni. V druhom rade, tí, čo by aj sem chceli ísť, tak sú pod zmluvami a nie sú vôbec na placu. És aki ideig szeretne jönni, vagy akit szeretnénk, mindenkinek van szerződés, és nem olcsók. Na druhej strane poviem, jesennej časti sme hrali 12 zápasov a sme strelili priemerne 2 góly na zápas. Čiže... Ja som to z veľsi sezónu 12 mérkőzés alatt, amióta itt van a mester, átlagba 2 gól trúkni minden mérkőzés. Tak zatiaľ ja robím s týma toráčma, ktorých mám tu na, uvidíme v lete, že bude inakšia situácia. Most ezzel a kerettel dolgozunk, itt van és dolgozni fogunk, és majd meglátjuk nyáron, hogy hogy fog kialakulni. Sok sikert! Köszönöm. Más részére a kérdés. Köszönöm. Minden jó, sziasztok.